A 7.1.0-val érkezett egy-két változtatás. Tudjátok, amikről beszéltem a PTB-s videómban is. Na most, hogy már mindenki tudja, mikről is beszélek, ezek közül szeretnék kiemelni egyet, ami szerintem megérdemel egy teljesen különálló videót. Ez pedig az Unreal Rework. Lényegében a képességének a gyökerét és a condemnek a kiosztási módját teljesen megváltoztatták. Hogy ezt jó vagy rossz irányba variálták? Talán az lesz a legjobb, ha megnézzük és utána adunk választ. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Szemeitek előtt fogom kipróbálni a patch utáni Sadakót először és nem is egy, hanem egyből két meccsben. Úgyhogy ha kíváncsi lennél erre, akkor tarts velem a Goosebump mai videójában. Tényleg semmit nem tudnál Unreal képességéről, és halvány lila gőzöd sincs, hogy mifán terem vagy mégis mi az a Condemned, akkor sincs baj. A meccsek közben ugyanis megpróbálom majd nagyjából konyha nyelven elmagyarázni, hogy mit miért csinálok, tehát Unreal képességét. De először fussunk át a videóban használt buildemen. Első perkünk Unreal egyik sajátossága a Call of Brine. Miután megrugsz egy generátort, annak auráját sárgával látod 60 másodpercig, és a következő hatások lépnek életbe. 125%-os gyorsasággal fog romlani az adott generátor, és minden egyes alkalommal, amikor egy túlélő egyik kuckilcsekket talál el a genen, kapsz róla egy értesítést. Fontos észben tartani továbbá, hogy egyszerre több generátornál is alkalmazható a perk. Lévén, hogy még mindig nagy probléma lehet Unreal-nál, hogy pikpakkel szállnak a generátorok, ezért fontosnak tartom, hogy legalább egy, valami erősebb gen regression perk mindenképp legyen a buildben. De mivel nem csak a szerelésben szeretnénk hátráltatni a túlélőket, ezért helyet kapott még a Sloppy Butcher is a loadoutban. Mikor az alaptámadásoddal ütsz meg egy túlélőt, megkapja a Hemorrhage és Mangled hatásokat. A Hemorrhage-nek köszönhetően sűrűbben hagynak majd maguk után vértócsákat a túlélők, és ha abba hagyják a gyógyítást még annak befejezte előtt, akkor másodpercenként 7%-ot fog visszaesni az addig elért állapot. Míg a Mangled 25%-kal megnöveli a gyógyításhoz szükséges időt. Mind a két hatás alól felszabadul az érintett túlélő, amennyiben teljesen felgyógyítják. Egy olyan erőteljesen M1 gyilkosnál, mint amilyen Unreal is, a legkifizetődőbb taktika az üss és fuss tud lenni. Ez azt jelenti, hogy nem feltétlenül mindegyik chase-be állsz bele, amikor szembe találkozol egy túlélővel, hanem fogod magad, megütöd, és amennyiben úgy ítéled, hogy egy viszonylag erős loopnál van. Vagy csak úgy érzed, hogy lenne máshol egy picikét fontosabb dolgod, akkor fogod magad és otthagyod. A későbbiekben pedig, mikor egy sokkal kiszolgáltatottabb helyzetben találsz rá, akkor downolod le. Ilyenkor pedig kifejezetten jól tud jönni a Sloppy, hogy még a hileléssel babrának sokkal több időt fognak eltölteni tétlenül. És mivel extra mód fosi van a genekre tekintve, ezért bebiztosítom magam Pinhead-től a deadlockkal. Mikor elkészül egy generátor, az entitás lezárja azt a gent 30 másodpercre, ami a legközelebb áll az elkészültséghez. Ennek auráját fehéren fogja mutatni a játék. Azt hiszem, azzal a fél mondattal kellőképpen magyaráztam, hogy miért is tartok fontosnak még egy gen regression perket. De majd láthatjátok is a gameplayekből, hogy mennyire sokat tud jelenteni egy ilyen passzív képesség is. De ha még ezekkel a perkekkel sem sikerül megvédenem megfelelően a geneket, akkor sincs baj, ugyanis utolsó perkem a No Way Out Trickstertől. Minden egyes alkalommal, amikor egy túlélőt először akasztasz fel, a perk kap egy tokent. Mikor elkészül az utolsó generátor, a perk aktiválódik. Ha ilyenkor megpróbálja valaki kinyitni az egyik kaput, akkor lezárja mind a két kapunyító karját az entitás 12 másodpercre, és még annyiszor 12 másodpercre, ahány tokent sikerült összegyűjteni. Így maximum 60 másodperccel lehet késleltetni a kapuk kinyitását.
Ilyen perkek után nem hibáztatok senkit, ha azt gondoljátok, hogy biztos majd irjadonokkal fogok nyomulni, és hogy úgy fogok mindenkit megölni. De csalódás vagy sem, nem így döntöttem. Úgy voltam vele, hogy addonok terén egy picikét fogjuk vissza magunkat, és nézzük meg, hogy nagyjából Basekit mennyire erős valójában Orió eszköztára. Ezért kapott helyet nálam a Mother's Mirror, ami szerintem egy nagyon alul értékelt addon volt, és még jelenleg is az. Ennek köszönhetően 2 másodperccel tovább tartja meg Orió azt az eleltűnő mozgását, ami demanifestálás után megfigyelhető. Ez pedig sokakat meg tud téveszteni. A másik pedig a Mother's Com. Egy értesítést fogok kapni, ha egy túlélő deaktivál egy tévét, és sárgával fogom látni az éppen kikapcsolt tévék auráját. Néha alábecsülik az emberek, hogy egy-egy olyan információ, mint amit például ez az addon is ad, mennyit tud segíteni. Ha látom, hogy valahonnan valaki kivett egy kazettát, akkor egy nagyjáboli tippeléssel be tudom tájolni, hogy vajon szerintem hova fogja majd azt vinni. Vagy hát hova akarná. Oda teleportálok, és már is feszült ebbe a hangulat, hogy egy kazettával a kezében kell csészbe állnia velem. Na de ennyi magyarázat után most már itt az idő rátérni az első körre. Oké, Orió apró méretének hála ez talán egy kedvező pálya lesz. Főleg, hogy a main buildingnél mindig egy szép kis 3G van, ha nem figyelnek a túlélők. Miért feszfoltol valaki már most? De el lettem varázsolva! Már most kazettáznak? Akkor adjunk egy kis kondem, de Jane-nek meg Adam-nek. Jó, a kollégina is elvarázsolta saját magát. És kezdésnek egy basement. Nem rossz, nem rossz. Hello, csak nem egy insta szép volt tervben. Még nem tette le a kazettáját? Minden rendben van? Nem tudom biztosra, hogy nem a legélesebb kés ez a Leon, vagy már most nem éli ezt a kört. Jaj, nem érdekel a lámpád, nyugi. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy nem igazán van ínyére ez a kör. Vidd innen a lámpád! Jó, akkor megeszem. Ez a Leon lesz, ugye? Hát jó, te engem nem fogsz itt idegesíteni. Pedig majdnem összejött a Flashy. Csak kár, hogy már nem lehet Lockerből flashlight szévelni, de ez egyébként mellékes. Úgy hallom, hogy Cheryl is épp annyira élvezi a meccset, mint Leon. Na jó, akkor logjatok együtt. És akkor egyébként ez a legnagyobb baj szerintem jelenleg túlélő oldalon Orió ellen. Elolvasva a patch note-ot és Sadakót érintő változtatásokat, mindenkinek leesett az álla, hogy ez mennyire OP lett, és hogy lehetetlen ellene élvezetes meccseket menni. És megértem, hogy vannak bitang tryhard orjók is, de hogy ez mindegy gyilkosból van. Én meg most szerintem tök korrekt módon próbáltam viselkedni, de hát ha nem akarnak megtanulni játszani ellene, akkor nem fogom őket itt tartani feleslegesen.
Úristen, hogy nem vettelek eddig észre? És épp időben... Jane? Jane egyé vált a pincével teljes mértékig. Hát, üdvözlet! Ha szépen kérlek, ledobod nekem a seggpaletet. Köszönöm! Na, nem is zavarnak tovább. Ne szórakozzatok már velem, hogy ennyire feladtátok! Tényleg a basementben élelünk? De legalább Jane is megtalálta a felfele vezető utat. Szép fest volt. Ne, a pánik, Death Hard. Na, ez az Eden még nem adta fel. Ó, hejhú! Egy kicsit úgy érzem, hogy elkéstem. Annyira tudtam, hogy flashlightolni akarsz majd. Ezek a DH-k elég érdekesek. És nem is húzom tovább az időtöket. Adam ugye meghalt, Cheryl pedig instant kiment a hatchen. Ami viszont kifejezetten érdekes számomra, hogy direkt még a patch előtt mentem egy jó néhány kört Orióval, hogy ne essen le annyira az MMR-om, hogy tényleg teljesen új játékosokat kapjak. Szimplán csak azért, mert nem érezném fairnek, és pláne nem szórakoztatónak egy ilyen jellegű videóhoz. Tehát, hogy akiket most láthattunk az előző meccsben, shots per kb. Ilyen a középen már túlélők. Igen. Nekem mondjuk teljesen jó volt első körnek, de hogy legyen valami picikét normálisabb tapasztalatunk is, nézzünk is rá a második körre. Na ez már egy fogszívós pálya, de ne temetkezzünk előre. Okos szörvik. Mi történik? Az előző körnél is történt valami az animációval Jin felvételekor, de ez valami bug, vagy mégis micsoda? Mindegy, Fang a kazettázat, úgyhogy látogassuk meg. Ne, hát, vagy nem. De jó helyre jöttem. Jól láttam én, hogy akkor van ott valaki.
Eddig nagyon úgy tűnik, hogy egy oldalon akarnak geleket csinálni, úgyhogy én önként rá is fognék erre a 3-4-re, ami itt van. És Édánál van egy kazetta. Na jó, te is jó leszel. Igen, ez nem a legjobb loop. Jó, eddig még hozhatónak tűnik a helyzet. Ez már így kevésbé biztató, de ha ez a generátor jelenleg a legjobban, akkor annyira nem ijesztő a helyzet. Rendezünk. Ez a Fang érdekes útvonalat választott magának. Most pedig kimegy a pálya szélére. Hát itt bárki is volt, már elment. Honnan fognak vajon az Anhókra menni? Hogy te vagy az, aki ezt a gendgőzetővel szereli. Megint csak pont időben. Jó, te kapsz egy diffundot. Ez a Jill nagyon Kenny vágja a lúpokat. Hű, eddig vágta. Igen, a Lightot már korábban is sejtettem, de most már biztos. De megijedtem. Meg kell hagyni, hogy egy szép flashben volt. Olyan szempontból jó, hogy ezen a pálya részen maradt, hogy azon az egy raklapon kívül itt már semmi nincs. Csak a szarató. És már ez sincs. Úgy érzem, most egy kicsit növelnem kell a túlélőkre helyezett nyomást. Jill a földön és két embernél is van kazetta. Úgyhogy meg kell őket keresni. Na hát, ez nem volt nehéz feladat. Plusz két condemned. És mentek is a Jillért.
pont letette a kazettát. Hát sajnos nem jó irányba kezdtél el menekülni. Bocsánat, hogy megint itt hagylak, de mellettem csinálják a gent. Fanna már megint kazetta van? Egyem a szívét, de tart a kondemtől. Te nagyon éled a pályaszélét, nem de? Új, ez egy fal? Pont ahogy terveztem. Már csak itt vannak generátorok, szóval mindegyikük itt lesz mindig. Ó, hogy itt nincs ajtó. Annyira nem tetszik, hogy ilyen távolra hozol a generátoroktól. Igen, de sziasztok, én inkább megyek is. Hogy én milyen jól tudok időzíteni. Hello, lányok. Hogy azt hitted, hogy csak úgy itt hagyom ezt a gélt. Silly Goofy Éda. Hűha, kis kölcsönös body block. Ez az Éda nagyon be akarja fejezni ezt a generátort. Ugye a genhez ragaszkodás eredménye. És innentől jóformán nyert ügyem van. Hárman vannak egyre, és oké, hogy behúzták a középsőt, de így is egy igencsak szoros három gennyük van. Jó, még szerencse, hogy ő is elrontott a manővert. Ezt azért itt megrúgnám. Szervusz! És nálad is kazetta volt? Hát innentől 101%, hogy nem lesz kézgen. Ez egy DH volt? Nem mindegy. És akkor Éda megölte magát a kampón, és rövides időn belül meg is találtam a hatchet. Úgyhogy már csak várnom kellett, hogy Jill elkezdjen kaput nyitni. És indulhatott is a visszaszámlálás a 4K-ig. Yeah.
Hát GG mind a két kör szörvieinek, még ha az első meccsesek nem is élvezték annyira. Szerintem a szólók jó túlélői ellene kifejezetten erős lett Sadako, és ha nem túl koordinált egy SVF csapat, akkor még simán lehet rajtuk is fogást találni vele. Viszont nem azt állítom, hogy egy teljesen top tier gyilkos lenne. Leginkább egyébként azért nem, mert nem találom magamat kifejezetten alkalmasnak erre, hogy ezt megmondjam, illetve mint ahogy láthattátok is, nem is játszottam a legdurvább módokon. De az biztos, hogy ha ilyen könnyedséggel álltam volna neki régebben a patch előtt játszani Sadakóval, hát közelében nem lettem volna ilyen eredményeknek. Szóval összességében. Ha megvan neked Sadako, viszont eddig úgy voltál vele, hogy annyira gyenge és annyira nem szórakoztató, meg nehéz pressure-ölni, hogy inkább hagytad a fenébe, akkor barátom, itt az idő elővenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Remélem sikerült egy átfogó képet adnom arról, hogy milyen is Orióval játszani 7.1.0 után, aki idáig az egyik leggyengébb gyilkos volt. Te mit gondolsz Sadako változtatásairól? Hozd meg velünk is gondolataid a hozzászólások között. Ha pedig tetszett a videó és szívesen látnál még ehhez hasonló tartalmakat akár a jövőben is, akkor nyomd meg a lájkot és iratkozz fel a Goosebump YouTube csatornára. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!